amikor te újjászületsz, dönthetsz róla, hogy a te családi örökségedet választod, az én örökségem nem ráki. Vannak, ha gyökérszent az ágak is szentek, azaz, amit Krisztusba elért az édesapám, azt az örökséget átveszem. Amen. Azt mondja apám, kövessetek engem, hogy én követem Krisztust. De azt, ami a atyáktól örökölt hiávaló természet, a nemzetiséghez, a nemzetemhez tartozó átkozott örökség, az már nem az én örökségem, mert nem a szegénység az örökségem, nem a széthúzás, nem a betegség, nem a szívbillentyűzavar, zavar, nem a magas vérnyomás, nem a, a, rákos daganat, nem a rákos daganatra való hajlam. Lehet, hogy rákos daganatos volt az egész családod, és mindenki öngyilkos lett, de te nem leszel. Amen. A te örökséged nem a rákos daganat. A te örökséged nem a betegség. A te örökséged nem az alkoholizmus. A te örökséged nem a szerencsétlenség. A te örökséged Krisztusnak az örökség. Amen. Mert ő megszerette számodra a mennyei atyától. És ha te elfogadod Krisztus megváltódnak, akkor mi történik, kedvesem? Lehet, hogy Simon István utcája van. De tudjátok mi van? Ő is a Krisztus öröksége. Amen. Krisztus, a Krisztus a te öröksége. Amen. Nem a vezendi az örökségem. Amen. Meg nem is a bőm, nem a nagy, meg a kovács, meg nem is a habi. Meg a, meg a vashegyi. Minden hegyet kivasalna, vagy a vasat kihegyezne. <laughs> nem mindegy. A vasat kihegyezik, <laughs> vagy a hegyet kivasalják. Ugye, hogy nem mindegy? Ez, ami nem mindegy, hogy Krisztusi az örökséget. Hogy a vasat kihegyezed, vagy a vashegyeket is kivasalod. Csak ennyi. Tehát ami a lényeg, hogy hogy nem mindegy, hogy mi a te örökséged, de az én örökségem se. A mennyei örökség részese lettem, Istennek szelleme lakozik bennem, ámen. Minden, ami a Krisztus megszerzett az atyától, az az én öröksége. A gyógyulás, az élet, az egészség, ámen. A nemzetek, a föld, ámen. Minden, minden Krisztusba a tiétek. Ami Krisztusé, az a tiétek, ha te Krisztusba vagy, ámen. Ha te befogadtad Krisztus az örökkévaló szellem által. Miért? Mert ki a te atyád? A dicsőségnek az atya. És a dicsőség atya, te atyád, akkor te ki vagy? A kutya fia, kiskutya. A macska fia, kis cica. Az Isten fia, Isten. A dicsőség atyának a fia, a dicsőség atyának a fia, Glóri! Glória, az a dicsőség, amen. Az az te a dicsőség atyának a fia vagy, az az te a dicsőség vagy. Pásztor, nem mondj már, én dicsőség vagyok, hát vissza kell a dicsőséget az úrnak. Valóban, mi Istennek a dicsőségére kell, hogy éljünk. De a dicsőség nem csak azt jelenti, hogy te ragyogsz, a dicsőség méltóságot is jelent. A dicsőség atya, ő a méltóság atya. Bemész valahova, viszed a palástot. Rajtad van a palást, szellemvilág tisztel. Neked nem kell futkosnod, mint pókafalon, hogy elfogadjanak. Te már el vagy fogadva, igaz? Már be vagytok fogadva. El se hiszik, hogy be vannak fogadva. De már be vannak fogadva. Te, aki jöttél, akárhonnan jössz, az Úr szeret téged. Befogadod. Ennyire fontos az ige, ennyire fontos, hogy valaki hallja az igét, hogy imádkozunk emberekért. Ennyire fontos. Úgyhogy ti partnerei vagytok, részes társai ennek a kegyelemnek. És így megyünk együtt. SZENK